A stadionon még dolgoznak, de egy csapatfotó már készült az MTK új pályáján. Erről egy panoráma felvételt is feltöltöttek a közösségi oldalukra. Ezen és az Index drón felvételén is látszik, hogy a kapu mögé egy masszív betonfal került. Ez a szurkolóknak sem nyerte el a tetszését. A Facebookon volt, aki azt írta, ez életveszélyes, mások pedig esztétikailag kifogásolták. De volt, aki meglátta a lehetőséget a nagy felületben, és azt írta, le lehetne festeni kék-fehérre, vagy színes reklámokkal lehetne feldobni. Dajs Tamás a klubelnök az MTK mai sajtótájékoztatóján reagálta a neten megjelent kommentekre. Visszapattan-e a labda a kapu mögül, hogyha Torgelle Sándor 100 lövése közül éppen az az egy, hogy el a lábát, ami nem talál kaput. Dajs Tamás szerint természetesen labdafogóhálót is felszerelnek majd, ez megakadályozza, hogy a labdák visszapattanjanak. Hangsúlyozta, hogy a pálya és a kapu mögé épült betonfal megfelel a nemzetközi előírásoknak. 7,5 méter az alapvonal és a kapu mögötti stadion építményrész közötti távolság. Hazai és nemzetközi szabványok 5 méteres távolságot írnak elő. Ebből a 7,5 méterből 2,5 méter gyep, és további 5 méter pedig műfű. Hozzátette, hogy az újonnan épült stadionoknál mindenhol kisebb a távolság az alapvonal és a pálya mögötti építmények között, mint az MTK pályájánál. A csapat régi stadionját 2014 novemberében kezdték bontani. Az új 5000 férőhelyes pálya 6,5 milliárd forintból épült. Az ünnepélyes megnyitó október 13-án lesz, amikor az MTK a Sporting Lisboa csapatával játszik majd.